Egy halmozottan hátrányos településről van szó, ahol 2010-ben még közel 250 segélyezett volt, és jelen pillanatban 100 alá csökkent, pedig most egy téli időszakról beszélünk, és a nyári, illetve a betakarítási időszakban ez lemegy 50 fő alá. Nyilván a közfoglalkoztatás, illetve az önkormányzat ez egy nagyon nagy segítséget nyújt nekünk, és a legnagyobb munkáltató ezáltal így az önkormányzat. Viszont azok az eredmények, amit a közfoglalkoztatás során el tudtunk érni, az azt gondolom, hogy itt a térségben, itt a környékbeli településeken hasonlóan egyedülálló, hiszen ezzel ennek a eredményeként önfenntartóvá tudott válni a településünk. Ez köszönhető a mezőgazdasági programnak, amit most ebben az évben, és már úgy terveztük a következő startunk a programot, ami március 1-től indul, már közel 7 hektáron fogunk gazdálkodni. Ez azt jelenti, hogy a teljes zöldség, gyümölcs állományt, amit meg tudunk termelni, az mind itt a helyben, a helyi óvodának a konyhájába, illetve a közékeztetésre lesz fordítva. Munkából kell megélni, és nem segélyből, és azt is mondtuk, hogy a közfoglalkoztatás egy átmeneti megoldás, addig, míg az emberek nem találnak maguknak munkát az elsődleges munkaerőpiacon. De itt, ahogy hallottuk ezt a helyi jó gyakorlatot, ha szabad így fogalmazni, ez arra inspirálja az itt lévő embereket, és hallottuk polgármester úrtól, hogy már egyre többen, te kevesebb a segélyezett, és egyre többen tudnak elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, a versenyszférában. Ennek oka lehet az is, hogy a képzések is beindultak, hallottuk, hogy itt van képzés Paszavon és természetesen más településeken is, amely ebben a programban van meg, és természetesen a szakképzés is, amelynek az átalakítását a Fidesz kormány kezdte el 2011-ben, hozott létre egy új szakképzési törvény, majd ezt többször módosította, aminek a lényege az, hogy a képzettséget meg lehet szerezni a hiányszakmákban, sőt a második szakmát is ingyenessé tette.